A környezetvédelem témája és a szakmai programok szervezése is kiemelt figyelmet kap a szervezettől, hiszen ezek elősegítik a vállalkozások fejlődését a térségben. Emellett azonban a kamara számos rendezvényt kínál azok számára, akiknek szintén fontos az innováció. Egy programot indítottunk útjára a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. Ez egy térségfejlesztési program, térség és vállalkozásfejlesztési program. Gyakorlatilag ez a két dolog, azt gondolom, hogy ez együtt mozog és együtt jár. Hogyha fejlesztjük a vállalkozásokat, akkor a térséget is fejlesztjük. Kiemelném, hogy a közeljövőben kamarai irodákat nyitunk, szintén Bonyhádon, Dombováron és Tamásiban, mint kedvezőtlenebb vagy hátrányosabb helyzetű térségben. Ugye itt időről időre meg fogunk jelenni munkatársakkal, szakértőkkel, és helyi szinten, tehát helyben nyújtunk támogatást. A szakmai fórumokon az érdeklődők számos témában szerezhetnek új ismereteket. Ilyen például a környezetvédelmi felelősségbiztosítás, hulladékgazdálkodás, digitalizáció és technológiai transzferek alkalmazása, amik mind fontosak üzletfejlesztés szempontjából. Szeretnénk mentorprogramot indítani. Ez egy tulajdonképpen egy üzleti közösségfejlesztő program lenne. Itt egy szakmai közreműködő segítségével különböző témákat dolgoznánk fel, úgy mint anyaggazdálkodás, anyagbeszerzés, költségracionalizálás, forráshoz jutás, vállalkozások közötti együttműködések, úgy mint alvállalkozói együttműködések, vagy bedolgozói együttműködések. Ezek szintén olyan dolgok lehetnek, amiben a vállalkozások közti partneri együttműködést tudjuk támogatni, elősegíteni. A vármegye vállalkozásainak így érdemes a továbbiakban is figyelemmel kísérni az iparkamara programjait, hiszen a cél a szervezet számára, hogy minél kiterjedtebb támogatást nyújthasson a térségben.